Az őstermelők járulékfizetési kötelezettsége rendkívül kedvező, de ennek a nyugdíjazáskor lehetnek hátulütői, hangzott el a Primum tájékoztató fórumán. A NAV bevallási osztályvezetője kiemelte, az őstermelő nyugdíjba vonulása esetén fontos kérdés, hogy az erre vonatkozó jogosultság szempontjából számított szolgálatidő nem azonos a nyugdíj számításához figyelembe vehető szolgálatidővel. Hozzátette, az őstermelők esetében figyelembe kell venni az arányosításra vonatkozó rendelkezéseket. Például, ha egy őstermelő a 2017-es évben 5 millió forintos árbevétellel rendelkezett, akkor 2018-ban ennek a 20%-a, vagyis 1 millió forintos éves járulék alap keletkezik. Idén a minimálbér éves szinten 1 millió 656 ezer forint, így ebben az esetben a szolgálati idő az arányosítás miatt mindössze 220 nap. Ez azt jelenti, hogy ilyen bevétel és járulék alap mellett 5 év alatt szerezhet meg az őstermelő 3 évnyi szolgálati időt. Az őstermelő vállalhat magasabb járulékfizetési összeget vagy megállapodással, legfeljebb 5 évet szerezhet, amely 2018-ban évi 563 ezer forintnak megfelelő összeg. A Primum alapítványhoz számos megkeresés érkezett az őstermelő című újság kiadójaként, azzal kapcsolatosan, hogy a megyei vállalkozások számára, az őstermelők számára hogyan történhet a nyugdíjba vonulás, hogyan történik meg a szolgálati idő kiszámítása, és ezért szerveztük meg ezt a rendezvényt a Nemzeti Adó és Vámhivatal megyei igazgatóságának előadójával. Az előadáson szeretnénk rávilágítani arra, hogy ez az őstermelő, illetve családi gazdálkodó réteg hogyan és miként számíthatja be a korábbi szolgálati idejét, milyen járulékfizetésekkel kell számolnia, és minden olyan kérdés megválaszolásra kerül reményeink szerint, amely ezt a réteget érinti. Az előadáson felhívták a figyelmet az öngondoskodás fontosságára, a KATA szerinti adózás választó vállalkozásokat pedig emlékeztették, hogy a jelenlegi rendkívüli kedvezmények ilyen módon befolyásolják a későbbiekben a nyugdíjba vonulás esetén számított szolgálati időt.